A témában Füzesabony központjában tartott sajtótájékoztatót Nagy Csaba polgármester és dr. Nyitrai Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, miniszterelnöki megbízott. A városvezető kifejtette, a településfejlesztési operatív program keretében benyújtott 4 pályázatból 3 már sikeresnek bizonyult. Ennek része, hogy 1 milliárd 150 millió forintból rendezik a vasútállomás és a piac környékét, változik a közlekedés rendszere, új terek, parkolók épülnek, valamint egy több funkciós épülettel bővül a buszállomás. Füzesabony térségében ott az M3-as autópálya, a 3-as és 33-as főút, valamint a vasúti csomópont, de ezt eddig nem sikerült kihasználni, ez változhat meg a beruházásokkal, mondta Nagy Csaba. Megújul egyrészt a városközpont, itt ahol állunk is egy új park jön létre, illetve a zöld területek nagysága fog nőni, új burkolatokkal látjuk el a főutcát. Másik fontos eleme a buszmegálló és annak környéke. Itt például nem volt olyan épületünk, ahol eső esetén a várakozók bájjanak, egy több funkciós épület kerül felépítésre, és itt is kialakításra kerül egy park, valamint a piaccsarnok és környékének átalakítása is megtörténik. Az ipari park címet a Füzesabonyi Önkormányzat 2015-ben nyert el, most ennek fejlesztéséről is döntés született. Az 510 millió forintos pályázati pénzt 12 millió forint önerővel egészíti ki a város, amelynek keretében infrastruktúrális fejlesztések, közmű és útépítések is megvalósulnak, valamint egy inkubátorház is megépül. A Kerecsendi út is új burkolatot kap többek között, mondta el dr. Nyitrai Zsolt. Az ipari parki cím elnyerése után, és hogy most a különböző támogatási összeget is el tudta nyerni a település, az a remény, hogy 10-15 vállalkozás be tud majd költözni ebbe az ipari parkba, és egy több mint 50 embernek adhatnak munkát az elkövetkezendő időszakban. A Füzesabony a Zsórifürdő és Szialom közé tervezett 12 km hosszú kerékpárút 230 millió forintból valósul meg. A munkálatok várhatóan még az ősszel, de legkésőbb a jövő év elején elkezdődnek.